A közmédia jelenlegi helyzete nem új keletű. 1994-ben már az akkori kormány felrúgva a demokrácia és a tisztesség alapelveit, kisajátította az adófizetők pénzéből finanszírozott közmédiát. A televízióban és a rádióban is politikai tisztogatást hajtottak végre, újságírók százait bocsátották el. Ezekkel a lépésekkel elérte a kormányzó hatalom, hogy a rendszerváltás egyik legnagyobb sikere, a pártatlan tájékoztatás, véget érjen, közölte a 444. Hú, ezt a régi eseményt idézi fel a Blinken USA archívum közleménye, melyet Baló György halálának alkalmából tettek közzé. A kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében a Soros Alapítvány támogatta egy hetente jelentkező televízió műsor, a Drót létrehozását. A műsort Baló György, a Köztelevízió 7 című műsorának frissen elbocsájtott főszerkesztője vezette és főszerkesztette. Közölte az archívum. Az akkori internet nélküli világban nagy szükség volt egy olyan műsorra, amit nem a hatalmon lévő párt irányít, nem befolyásolja, így szabadon lehetett beszélni mindenről. A feltöltött adások egyike a Fidesz gyűléséről készült bejátszással kezdődik, majd Baló György készít interjút Orbán Viktorral, aki pártjával készül az 1994-es választásokra. Az interjúban a Fidesz jövőbeli elképzelései mellett Orbán arról is beszélt, hogy a kormánynak mennie kell többek között azért, mert... túlságosan sokaknak megy ma rosszabbul, és kevesebbeknek jobban. A műsornak hatalmas szerepe volt abban, hogy változást lehessen elérni. Ebből kiindulva elképzelhető, hogy Orbán nem bevándorlás párti nézetei miatt támadja Soros Györgyöt, hanem mert már évtizedek óta támadja azokat, akik a demokrácia lebontásán mesterkednek.